mondjátok el. Mi akkor is nagyon szeretünk benneteket. Mert ti a mi gyermekeink vagytok, mi nem hagyunk el. Mi nem a rendőrök ellen vagyunk. De ti ellenünk vagytok. Szeretünk benneteket. Szeretünk benneteket. Szeretünk benneteket. Ez nem jött be, hogy a rendőrbács mellénk álljon. Mellettünk van, látom az arcukon, mellettünk vannak, szeretnek, hát kirúgják a munkát, lehet, hogy ez a szerencsétlen fiatal. Ez valóság már nem munkát. Ez a fiatal gyerek, ugyanolyan deviza hiteles szakában van, hát nem mer megmozdulni. Szeretünk téged. Téged is, téged, mindenki. Álljatok meg, legyetek igazán, hogy itt van. Szerettek bennünket. Csak ne bánts, ne bánts, nem, hát gyereke van. Családja van, nem bántanak, néznek, és mindjárt könyv kap a szeméből kijönni ennek a gyerek. Tíjas! Kínjába! Szerezd őket! Ők a mi gyerekeim! Addig nem szeretem, mi nem állnak. Jó, szóval minden. Főleg imádnak. Szervusztok, Isten áldjon benneteket! Nem állnak benne, mert felfogságokban Azt kell nektek mondanom, hogy csalódtam. Én innen a kocsiban úgy láttam, hogy a kollégák itt kezet fogtak az állampolgárral, de most jött ide vissza Tibi barátunk hozzánk, és úgy néz ki, hogy ez nem történt meg. Tehát úgy néz ki, hogy távolát a szemüveget kell felvennem. Valami nem sikerült. De azért szeretjük őket, azt mondja Tibi. Azt mondja István, hogy szeretjük a rendőröket. Igen. Mi csupa szívek vagyunk, de emlékezzünk vissza 9 nappal ezelőtt. 9 nappal ezelőtt ki volt ott velünk az Oktogonnál? 9 nappal ezelőtt volt-e készfogás a rendőrökkel? 9 nappal ezelőtt gumibottal szurkáltak meg minket. 9 nappal ezelőtt egy alkotmányos jogával élő magyar állampolgárt, aki véleményt nyilvánított, letöperték, folytogatták a földön, és amikor az emberek a segítségére siettek, őket életveszélyesen megfenyegették. Itt van mellettem beöltözött barátom, Vili, akinek 8 napon túlgyógyuló sérülései vannak. Attól, hogy valamelyik rendőr a tonfájával többször megszúrta a máját. Életveszélyes sérülést okozott neki. Hát ennyit erről, hogy fogtunk a kezet. Ennyit erről, hogy a magyar rendőrök velünk vannak-e. Magyar rendőrök! A mai napon ezt nem fogjuk eltűrni. A mai napon nem óvatosan fogunk bánni akkor, hogyha rendtámadtok. Ti a magyar népet kell, hogy szolgáljátok, mint ahogy mi is azt szolgáljuk. És ha a hazárulókat szolgáljátok, akkor abban a pillanatban ellenünk lesztek. Akkor lezsanyálkozzatok, ha azt fogja skandálni a tömeg, amit múlt hét kedden, hogy gyilkosok! Gyilkosok! Ezt mondtuk, mert így is volt. Aki hazárulókat véd, az maga is hazáruló. Ezt már nem fogjuk eltűrni, mert a szabad vélemény nyilvánításhoz jogunk van, és ezzel a jogunkkal ma mi élni fogunk. És az a kérésem, hogy ezt a jogunkat tartsátok tiszteletben.
Köszönöm!